Immár 16. alkalommal rendezték meg a Cikádor kupát. Nagy Ákos, a Bátaszék ESE elnöke azt mondja, bár regionális versenyként indult, napjainkra már országos szintű megmérettetésé nőtte ki magát az esemény. Idén 26 karata egyesület, közel 300 versenyzője vett részt a programon. A nagy létszámra való tekintettel a helyszínt ez alkalommal a Szekszárdi Sportközpont biztosította. Azt kell mondanom, hogy a Covid időszak után egy picit átértékelődött bennünk a hogyan szereplés kérdése. Ugye, mert nem érmekbe mérjük a sikert, hanem az ellenfelek, a riválisokkal szemben összehozott győzelmek, vagy esetleg vereségek alapján állítunk egyfajta mérleget az egyenlegünkbe. És azt kell mondanom, hogy ez jó. Tehát a gyerekek nagyon jó formában vannak, nagyon, nagyon élesek, hogyha mondhatom ezt így szakmailag. Nagyon nagy bennük a bizonyítási vágy, és azt látom, hogy mindent beletesznek, mind az edzése, mind a versenyen, és ez egy pozitív egyenlegeció. Érmek tekintetében is egyébként jól végeztünk, mert az éremtáblán egyébként a 26 egyesületből a 9-ek pontversenyben a 6-ak lettünk, tehát ez most ebben az időszakban én azt gondolom, hogy nem egy rossz eredmény. Ha kiemelhetek sportolót, akkor mindenképpen a Kisbánk Botondot és a Hefner Zsófit azért kiemelném, mert ők cson nélkül húzták be a győzelmeiket. Zsófi azt hiszem 4, Kisbánk azt hiszem 3 cson nélküli győzelemmel szerezte meg az aranyérmet. Zsófi, nem is tudom megszámolni, talán 8 vagy 9 fejrugást szerzett a 4 mérkőzésen, tehát hogy végig olyan dominánsan uralta a mezőnyt, ami egyébként a korosztályos válogatottak figyelmét is, válogatott edzők figyelmét is felkeltette, tehát Hübner András a korosztályos válogatott egyik edzője keresett meg azzal, hogy Zsófit mindenképpen szeretné látni a korosztályos válogatottba, de egyébként ezt több bátaszéki gyerekről is elmondta, de hát őt külön kiemelte. Nagy Ákos azt mondja, bár nem volt egyszerű, mégis felemelő érzés volt főszervezőként szerepet vállalni egy ilyen nagy volumenű versenyen. Vissza kell itt is lendülnünk, tehát ugyanúgy, hogy a gyerekeknek az oktatásba, a vállalkozóknak és az embereknek a munkájukba vissza kell rázódni, mi ugyanezt éljük meg, hogy vissza kell rázódnunk a versenyszervezésbe is, bár a hozzánk betérő emberek, versenyzők, látogatók biztos azt látják, hogy ez egy milyen olajozottan működő verseny, azért mi a backstage-ben mindig érezzük azt, hogy ez most egy kicsit megvenyelősebb, vagy hogy hol akadoznak a fogaskerekek. És hát bizony azt kell mondanom, hogy egy picit olajozni kell ezeket a fogaskerekeket, tehát újból mindenkinek egy picit az alappilléreknek vissza kell állni ahhoz, hogy ez még gördülékenyebben, még feszültségmentesebben tudjon lebonyolódni egy ilyen verseny. Következő megmérettetés, hát nagyon sok van egyébként, tehát most amíg tudunk, addig versenyzünk. Jövő héten Miskolcra fogunk elmenni, ez egy körülbelül Cikádor és Széki Kupa szintű országos meghívásos verseny, majd október végén egy kvalifikációs verseny, nemzetközi kvalifikációs versenyen veszünk részt a Hungarian Open-en, és utána novemberben országos diákolimpia, és azért mi nem felejtjük el a saját kis utánpótlásunkat is, lehetséges, hogyha úgy szerveződik az ovi karate és utánpótlás, és itt a regionális klubok is beszállnak ebbe, akkor rendezünk egy bátaszéki regionális rendezvényt. Ez egy szűk körű, meghívásos kezdőknek, utánpótlás versenyzőknek szerveződő kis program, aminek egyébként nagyon nagy hagyományai vannak, tehát 30 ilyen rendezvényt rendeztünk az utóbbi 10-15 évben, és ezzel próbáljuk egy picit népszerűsíteni a karatét, egy picit visszahozni az utánpótlás versenyzőket a versenysport irányába.